A megjelent vezetők mind érdekeltek abban, hogy vállalkozásuk fejlődjön, esetleg terjeszkedni tudjon. A nagykövetség fontos meghatározása volt, hogy kizárólag magyar tulajdonban lévő cégekkel szeretnének tárgyalni, akik valami újat vagy hasznosat tudnának vinni az emirátusokba. Az arab országok, tehát a Közel-Keleten nagyon-nagyon sok olyan új vállalkozás, olyan új ipari ágazat indul, ami kapcsolódhat majd a mi életünkkel. Például tudom, hogy kialakítottak egy csomó olyan új gyártást, amiben műanyag alapanyagokat gyártanak, tehát nem csak a kőolajat termelik most már ki, hanem kvázi végtermékeket is képesek értékesíteni és gyártani, és szeretnénk fölvenni a kapcsolatot velük, hiszen nyitott a világ, és nagyon-nagyon gyorsan lehet most már üzletelni, akár ilyen messzi távolban lévő országokkal is. Én nagyon szeretnék, bár az anyagi helyzetünk nem biztos, hogy jelen pillanatban megengedi, de a jövőben nem lehet kiszámítani, hogy merre indulunk el. Tehát szeretném most meghallgatni ezt a előadást, hogy mit ajánlanak, mire számíthatunk, és akkor egy stratégiát föl lehet építeni, utána föl lehet vázolni, hogy nem. Mindenképpen, hogyha van rá lehetőség, igen. A vendégeket Dudás Tiborné a kamara titkára és Barkóczi István a kamara alelnöke köszöntötte. Dudás Tiborné elmondta, hogy az arab emírségek jelenlegi helyzetében a turizmusnak van kiemelkedő szerepe, amihez hozzátartozik a közlekedés, az élelmiszer vagy akár az ingatlanipar is. Véleménye szerint az emirátusokban még nem ismerik jól a magyar vállalkozókat, és ez a megbeszélés is egy jó lehetőségként szolgáltott annak érdekében, hogy terjeszkedni tudjanak. Barkóczi István, aki nem csak jól ismeri a helyi vállalkozókat, de közéjük is tartozik, köszöntőjében elmondta, hogy kíváncsisággal érkeztek az előadásra. Bizonyosságát fejezte ki, hogy többen közülük élni fognak az aznap felmerült lehetőségekkel. Mai eseménynek a témája az Egyesült Arab Emirátusoknak a nagykövete látogat el hozzánk, és üzleti lehetőségeket fogunk megtárgyalni. Hát alapvetően a mai gazdasági környezetben minden potenciális kapcsolatot komolyan kell vennünk, és ezt úgy gondolom, hogy őket kevésbé érinti a jelenlegi inflációs helyzet. Ebből eredően úgy gondolom, hogy egy érdekes, értékes, potenciális piac lehet számukra. Vállalkozások, jellemzően termelő vállalkozások vezetőit szólítottuk meg a mai programra. Pontosan az export lehetőségek, illetve a nagyobb hozzáadott értéket képviselő termékeket előállító cégeknek lehet érdekes ez a mai lehetőség, illetve program, illetve alapvetően egy kapcsolatfelvétel is. Úgy gondolom, hogy szükséges szélesíteni a piaci törekvéseinket, lehetőségeinket Európán kívülre is. Itt a listát végignézve, majd hogy a kollégáimat, tehát a megyei vállalkozásokat, azt gondolom, hogy igen, mindenképpen, tehát sok olyan termék van, ami érdekes lehet számukra, illetve valami néhány termékben erősek vagyunk, tehát mint említettem, ez a nagyobb hozzáadott értéket képviselve mindenképpen érdemes még akár légiúton is szállítani, de elsősorban nyilván konténeres szállítás jöhet szóba, azzal versenyképesek tudunk lenni. Én bízom benne, hogy a mai nap után néhány sikeres üzlet fog születni itt a tagvállalataink és az arab érdeklődők között. A nagykövet másfél éve tartózkodik az országban, ami idő alatt kiemelkedő aktivitással és lelkesedéssel tett eleget kinevezett pozíciójának. Beszédében kifejezte országa iránti szeretetét és tiszteletét, illetve büszkeségét, amiért képviselheti azt. Úgy gondolja, hogy az Egyesült Arab Emírségek elhelyezkedése szerencsés, tekintve, hogy a világ kétharmada megközelíthető 8 órán belül. Ez fontosnak gondolja az üzletkötés szempontjából, hiszen a vállalkozások könnyebben eljuthatnak az országokba, amelyek Magyarországról nem feltétlenül lennének ilyen könnyen elérhetőek. Látja a lehetőséget az országban, hogy akár az afrikai és ázsiai piacokra is tudna terjeszkedni, ha meglennének a jobb esélyei. Well, I have arrived about a year and 9 months ago, and I'm here to bring the two countries together. Körülbelül egy éve és 9 hónapja érkeztem ide azért, hogy közelebb hozzam egymáshoz a két országot, és mindkét oldalnak segíteni szeretnék, hogy felismerjék a lehetőségeiket a vállalkozások fejlesztésében. Megismerjék egymás kultúráját, gazdaságát és művészetét. Amikor megérkeztem, rájöttem, hogy hosszú feladatom lesz, hiszen sok itt a tennivaló. Az országom egy nemzetközi gyűjtőhelye az üzleti életnek.
Ez az, ahol mindenki a világon találkozik a vásárlókkal, befektetőkkel, partnerekkel, és együtt növelni tudják vállalkozásait az országomban, vagy azon keresztül más területeken is. Úgy érzem, a magyarok nem képviseltetik magukat eléggé nálunk, és szerintem sokat tudunk kínálni számukra. Termékek, szolgáltatások magas minőségben. Hiszek benne, hogy nagy igény lenne erre, szóval a célom, hogy az üzleti közösség észrevegye, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban és azon túlmenően népszerűsíteni tudnák a vállalkozásaikat. Mindenkit szeretettel vártunk a mai napra, mert ez egy nemzetközi csomópont. Sokan vannak itt, függetlenül attól, hogy milyen cégük van, vagy milyen kereskedelmet folytatnak, mit gyártanak, pénzügyi szektor, informatika, szolgáltatások, és így tovább. Fontos, hogy észrevegyék, milyen lehetőségek vannak abban, ha meglátogatják az országomat, hogy lássák, milyenek ott a dolgok. Úgy fogják érezni, hogy már sokkal korábban el kellett volna menniük oda. And then they will realize that they have should been there before. Dr. Lán Kristóf, a nagykövetség gazdasági munkatársa prezentációt tartott magáról az emirátusokról és a nagykövetség bemutatásáról, illetve olyan gyakorlati kérdésekről, mint például a cégalapítás. Az összességében közel 3 órás beszélgetés arra összpontosított, hogy az Arab Emirátusokba való elhelyezkedés akár globális terjeszkedésként is szolgálhat a vállalatok számára.